Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, ezen a szerelmi jósláson. A kérdés ezúttal az, hogy mit akar közölni veled. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem, mint egy személyes jóslás. A díjam mint minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. A fő téma itt van középen. Látható ez a hamis róka. Ez jelentheti azt, hogy valaki figyelget benneteket, rossz indulatú, itt vannak hazugságok, hamisságok a háttérben. Ez a ravasz róka jelenthet negatív gondolatokat is, mint például, ebből úgysem lesz semmi, vagy negatív érzelmeket, félelmeket, bizonytalanságokat, vagy féltékenységet, de jelenthet rossz döntéseket is, amit ő esetleg megbánt. És megnézzük, hogy mit akar közölni veled. Ez a kép utal a mozgásra. Ő azt szeretné, ha előre mennének az események, vagy akar változásokat, de itt van előtte a koporsó, és ez akadályozza ezt a mozgást, hiszen itt csendről, nyugalomról van szó, itt nem mozog semmi. Azt is jelenthetik a képek, hogy benne van egy örökösödési ügyben, itt megvan a hamisság, valaki be akarja csapni őt, és jelenleg még nem megy előre a dolog. Lehet, hogy erről is szeretne beszámolni. Hiszen ez a jóslás azt jelenti, hogy mit akar közölni veled. Az is lehet, hogy a múltban rossz döntéseket hozott, rossz úton haladt. De most változik az irány, és a múlt, ez a rossz döntés lezárul. A koporsó le tud zárni bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat. Itt megjelennek az egerek, és úgy szoktuk mondani, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, az egerek el tudnak bizonyos kártyákat távolítani. Az egerek eltávolíthatják ezt a koporsót, amikor nem mennek előre a dolgok, amikor visszahúzódó, vagy az egerek el tudják távolítani a kígyót. A kígyó jelenthet ugyan változásokat is, de ebben a helyzetben, ennél a kirakásnál inkább egy nőről van szó. Ez a kapcsolat lezárul, az egerek eltávolítják ezt a hölgyet a háttérből. Ez a nő lehet valaki a családból, lehet egy kolléganő, vagy a társnője, vagy a volt társnője. Ez a nő már nem játszik itt szerepet. Sőt, itt látható a hamisság is. Lehet, hogy ez a nő hamis, figyelgette őt, meg akarta akadályozni azt, hogy ti együtt legyetek. Itt a gyűrű jelenti a ti kapcsolatotokat, vagy azt, hogy ha eddig visszahúzódó volt, most visszatér hozzád. A gyűrű jelent visszatérő eseményeket, vagy hogy ő tér vissza. És a kulcs jelenti, ebben biztos lehetsz. Ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, majd erről is fog beszélni, hogy milyen lehetőségeitek vannak. Sőt, itt látható a könyv. A könyv jelentheti a tudás vagy továbbképzést is. A párkapcsolatot illetően a könyv tulajdonképpen zárkózottságra utal, hasonlóan, mint a koporsó, de
ezen a képen a könyv már nyitott. Tehát ő ezzel a kulccsal kinyitotta szimbolikusan ezt a könyvet, és jelenti az ő nyitottságát. Itt a hold, az utal az éjszakára, az jelenthet titkokat is, minden olyan titokzatos, misztikus, de a hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket is, és itt látható, hogy nyitott ezekről a dolgokról beszélni, hogy mi az álma, mi a terve, mi az elképzelése. És itt szerelemről van szó, megjelenik a lilium virág is, utal tiszta érzelmekre, vagy ő nyitott lesz, és szeretne tisztázni veled valamit. Amit a lilium még jelenthet, szexuális témák, lehet, hogy eddig zárkózott volt, és nem akart erről beszélni, de most látható itt a nyitottság, hogy ezekről a témákról is beszél majd. Itt van hamisság a háttérben, ez lehet ez a hamis nő, vagy ő rossz úton haladt. Változik az irány, a csend az elmúlik, keresi veled a kapcsolatot, biztos lehetsz benne nyitott érzelmekről, tiszta értelmekről és álmokról, vágyakról beszélni, sőt, akar szexuális témákról is kommunikálni veled. És ez volt a szerelmi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!